Hamarosan megkezdődik az egyik búcsúzó osztály, az egyik érettségiző osztály búcsúja, amit nem nevezhetünk ballagásnak, nem nevezhetünk évzárónak sem, ebben a nem mindennapi járványhelyzetben másképpen kellett a dolgokat megoldani. Mit jelent ez az iskola lelkésznek? Mennyiben más lesz az ön részéről ez a mostani ünnepség? Hát igazából ugye márciusban indult be ez a különleges helyzet, ezáltal természetesen az iskolai programokban is borultak a lelki rendezvények, illetve a lelki alkalmak, inkább ez talán a legszebb szó erre. És amivel próbáltuk őket bátorítani, az az, hogy online minden héten kaptak egy kis áhítatot, egy kis igei gondolatot, amely a honlapra felkerült. Természetesen, ami nekem nagy szívfájdalmam, és most akkor a végzősökhez kanyarodok, egyrésztről az, hogy a kibocsátó Isten tiszteletet nem tarthattuk meg. Ennek a mai alkalommal, meg a holnapi, azaz a péntek, illetve a szombati alkalommal úgy próbálunk valamilyen formában eleget tenni, hogy egy kis igés lapokat teszünk oda, ahova a gyermekek ülhetnek a templomban, és természetesen ezek az igékkel kívánjuk azt, hogy fajta ilyen kis áldást is kapjanak, és így induljanak el. Ugye a másik nagy szívfájdalmam az természetesen az, hogy a ballagás elmaradt, ami pedig úgy gondolom, hogy egy nagyon szép ünnepség, és egy nagyon szép ünnepély az iskolánknak az életében. Úgyhogy ez is természetesen egyfajta ilyen hiányérzetet kelt az emberben. És itt vagyunk a mai alkalommal, amikor ugye három napot egymás mellé tettünk. Ez egy úgynevezett, mondhatnánk úgy, hogy bizonyítványosztás, de mégis egy kicsit azért rendhagyó, mint amilyen szokott lenni, mert azt az ebédlőben tartjuk, hiszen itt lesz azért egy áhítat, lesz itt természetesen búcsúzás a felsőbb évesek, vagy az alsóbb évesektől a felsőbb évesek irányába, és hát természetesen ugye itt is megkapják majd az áldást, de nem a személyest, ami ugye kimaradt, hanem egy ilyen közös áldást fognak kapni. Úgyhogy ezek azok, amelyek természetesen változtak. Az alsóbb évfolyamban pedig annyi változás van, hogy a tanévzárót majd évfolyamonként fogjuk megtartani különböző időpontban, úgyhogy ezeket is ugye betartjuk, mint az előírásokat. A végzősök most ebben a helyzetben írásbeli érettségén vannak túl, nem voltak szóbelik, viszont az evangélikus hittan volt az egyik tantárgy, amiből csak szóbeli volt. Hogyan sikerültek ezek a vizsgák? Még van előttünk szóbeli vizsga, úgyhogy még nem tudok nyilatkozni összességében. Valóban így van, tehát ugye a főbb tantárgyakból írásbeli tettek a diákok, viszont ez egy szokás, és nyilván nem is csak szokás, hanem előírás, hogy az evangélikus hittan csak szóban működik, vagy csak szóban adhatnak számot a tudásukról a fiatalok. Ez idén is így van, akik szerettek volna érettségizni hittanból, akkor azok természetesen szóban tudták csak megtenni. Úgy gondolom, hogy összességében egyenlőre jó élményeket tapasztaltam. Hál' Istennek tudtam az egyik vizsgázónak dicséretet adni, hiszen annyira precízen összefoglalta, amit kellett, hogy hát én jó magam sem tudtam volna jobban, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a következő ilyen szóbelik azok hogyan fognak sikerülni. Hogyan, mi módon készült erre a mai napra, illetve a következő alkalmakra a végzősöket, hogyan engedi útjára, mi az az útra való, mi az a nem mindennapi üzenet, amit ebben a helyzetben most ők megkaphatnak? Igazából mindegyik osztálynak más igét választottam az állított alapigéjül, és más gondolatokkal készültem, hiszen más arculatú osztályokról beszélünk. Így a mai alkalommal is természetesen egy apostolok cselekedetei igét választottam, aztán majd Lukács evangéliumából, és végül Péter leveléből. Úgyhogy ezeket direkt úgy állítottam össze, hogy rájuk jellemző, amit én a hittanórákon, meg én a különböző alkalmakon velük kapcsolatban megtapasztalhattam. És igazából ezzel az igével szeretném egyrészt elindítani őket. Mindenkinek készültem valamivel, egy kedves történettel, egy valami kis élménnyel, valami kis emlékkel, de úgy gondolom, hogy talán a legfőbb, amit át szeretnék adni minden három osztálynak, az az, hogy ne felejtsék el, amit itt kaptak, vigyék tovább ezt a szeretetet, és hát természetesen próbálják megállni a helyüket ebben a világban, úgyhogy azért érezzék azt, hogy nincsenek egyedül, mert az Isten azért támogatja őket. Ezek az ilyen alapok, amik benne vannak, de természetesen másképpen jutok el ezekhez az alapokhoz, hiszen más-más osztályokról beszélünk.
Az iskolalelkésznek is véget ér a feladata, akkor, amikor a végzős osztályok elbúcsúznak, illetve megtörténnek majd az alsóbb évfolyamoknak is az évzárók. Mi a következő feladat, amivel majd a gyerekek elé járul, a gyerekeket várja? Ez már szeptemberben lesz, gondolom. Hogyan készül a következő tanévre? Hát egyelőre most még a nyára készülök, úgyhogy nem a következő tanévre, egy kicsit a pihenésre. De természetesen ugye ott már augusztus közepetáján elindulnak ugye az iskolába, vagy az iskolára való készülésnek a folyamatai. Értelemszerűen ugye ami lényeges majd, hogy a 9-eseket beintegrálni az iskolába, hogy szokják meg azt a szokástörvényt, amit képviselünk, hogy Erősváram Istenünk, elköszönünk, áhítatok vannak, és még sorolhatnám, de mindemellett ez mind úgy történjen, hogy észre se vegyék, és természetesen most már elmondhatom, hogy így évről évre már van egy ilyen szokásunk, hiszen már a jövőre a negyedik tanévemet kezdem meg, tehát hogy úgy becsúsznak az iskolába, anélkül, hogy ezt erőszakkal tennénk, és mire odaérünk a történetbe, addigra már ők maguk is részesei ezeknek a hagyományoknak, úgyhogy mondjuk azt, hogy lelkiekben majd nyár vége felé fogok készülni. Most egyelőre őktőlük szeretnék elköszönni, a végzősöktől, meg az alsóbb évesektől, és aztán pedig hát izgalommal várom a golyatábort, meg az új vajdás diákokat. Erősváram Istenünk, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon. Kezdjük meg ezt az együttlétünket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Amen. Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár, szeleket tette követeivé, lángoló tüzet szolgájává. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Áldjad lelkem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az igét, amelyet a 12. B-osztálynak a búcsúztatására választottam. Ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 9. fejezetének 61. versében a következőképpen. Állva hallgassuk Isten írott igéjét. Egy másik, és ezt mondta Jézusnak: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves tanárkollegák, kedves testvérek és kedves, hát immáron végzett 12. B-osztályos tanulók. Annak idején, amikor a 10. B-osztályba bementem első évembe, akkor az első óra után úgy jöttem ki, hogy én többet nem akarok bemenni órát tartani. Aztán hát elkezdtem gondolkodni, hogy ha már
Totkomlóson sikerült egy 8 fős esenis második osztályos gyerekeket egy éven keresztül végig tanítani, akiktől azt kértem, hogy ragasszanak be egy matricát, és helyette kiszínezték a helyét, ahova a matricát kellett volna beragasztani, akkor úgy döntöttem, hogy azért csak megpróbálom még egyszer. És amikor az első hónap után megkaptam a fiúktól, itt a maszkok között majd így próbálom a tekinteteket megkeresni, hogy erős palibá vár, és aztán ez így megmaradt, mondjuk úgy, hogy így a végzős évekig is, akkor rádöbbentem arra, hogy nem bántam meg, hogy utána a második órára is bementem ittan tartani, és valahogy így hozzá is nőttetek a szívemhez, hiszen egy hónap után már azt éreztem, hogy kialakult egy kapcsolat, akár köztetek és köztem, vagy hát, és nyilvánvalóan így valamilyen formában az osztállyal is. Van egy sztorim. Aki járt hittanórán, az tudja, hogy ilyenkor 10 percig le lehet egy kicsit lazulni, mert hogyha Pali bácsi sztorit mesél, akkor innentől kezdve megnyugszanak a kedélyek. Ígérem, hogy a banketten azokat a sztorikat, amiket ígértem, hogyha eszetekbe jut, hogy miket nem meséltem el, mert mondtam, hogy majd csak a bankett után, mert különben lecsuknak a börtönbe. De úgyhogy ezeket majd szívesen elmesélem, de hogy van egy sztorim, és egy kicsit a követéssel kapcsolatban van, és ez a történet tavaly esett meg a nyári gyermektáborban, amikor 4 nagyon aranyos kis óvodás hozzám csapódott, én lettem kvázi így a dajkájuk így szerdától kezdve, 2 kislány és 2 kisfiú volt. És annyira aranyosak voltak, hogy amikor szabad idő volt, akkor ők nem játszottak a többiekkel, hanem hát Pali bácsisat játszottak, ami azt jelentette, hogy követtek engem mindenhova, és konkrétan leutánoztak engem. Hogyha leültem, akkor ők is leültek, hogyha elkezdtem mondjuk valami aláírandókat aláírni, akkor ők is úgy tettek, mint hogyha szignóznának, meg pecsételnek, tehát ilyen nagyon kis aranyos játék volt. Csak akkor volt egy kicsit kellemetlen már ez a játék, amikor el akartam menni mosdóba, és így jöttek utánam mind a 4-en, és valahogy megmagyarázni nekik, hogy nagyon aranyos ez a játék, meg a követés, csak hát ne, mindenhova, mert van azért az embernek egy kis magánszférája. És egy kicsit ti is ilyenek vagytok, hogy az elmúlt 4 évben megtapasztaltátok ezt a követést. Kicsit olyan számomra, mondjuk a 12. B-osztály, mint a, hogyha azt nézzük, hogy van egy kacsamama, és utána jönnek ezek a kis kacsák, és hogy ti is ilyenek voltatok az elmúlt 4 évben. Csak hát utána ugye nyilvánvalóan ezek a kis kacsák felnőnek, és aztán valamilyen új életet kezdenek. És ahogyan megismertünk titeket, valóban konokok vagytok, nagyon léhűtőek, emellett öntörvényűek, önfejűek, de hogyha hozzáteszük, akkor azt is el kell mondani, hogy hihetetlenül szerethetőek vagytok, és akik ti is megszerettek, azt úgy gondolom, hogy egy életen át a szívetekbe fogadjátok. Most azonban, ahogyan ezt az igét választottam nektek, és direkt nektek választottam, mert az arcotok volt a szemem előtt, akkor azért választottam, mert hogy olvassam fel még egyszer, hogy követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Mert hogy most kiléptek, eddig minket követtetek, akarva akaratlanul neveltünk benneteket, akarva akaratlanul megpróbáltunk valamit átadni, de aztán most kiléptek az élet nagy világába, már nem lesznek ott a középiskolai tanáraitok olyan szinten, természetesen, hogy a mindennapokban úgy segítsünk, ahogyan eddig, de természetesen, amikor visszajöttök, akkor mindig szívesen állunk rendelkezésetekre. És nézzétek meg, hogy mennyire jó ez az ige, ki is van vetítve mellettem, hogy ez az ember nem másnak mondja, mint magának az Úr Jézusnak, hogy de én téged akarlak követni, nekem fontos vagy te. És én ezt helyezném a szívetekre, hogy most, amikor elindultok valamilyen utazásra, ne felejtsétek el, hogy van valaki, akit mi is követünk itt a gimnáziumban, és róla beszéltünk nektek, az ő szeretetét adtuk tovább nektek. Ne felejtsétek el, hogy őt jó követni a hétköznapokban is. Ő az, aki azt mondja, hogy kövess engem, és aki ezt megtapasztalta, az mindenét otthagyva feláll, és elkezdi őt követni, ahogyan ez az ember is teszi, meg ahogyan a többi tanítvány is. Aztán nyilván itt van ez, hogy csak még szeretnék előtte a házam népétől elbúcsúzni, hát búcsúzzatok el tőlünk, aztán természetesen majd családotoktól, amikor elindultok az egyetemi évekre. Ezt kívánom nektek, és hogy azt, hogy valóban ő legyen az, aki vezet titeket. Így vigyázzatok magatokra, és így áldjon meg az Isten benneteket, minden napotokat, minden terveteket, hogy ez valóban áldással menjen végbe. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy Te hívsz embereket, mert Te stabil pont vagy a világban. Így köszönjük ezt a 4 évet, amelyet adtál nekünk. Köszönjük azt, hogy mindent megpróbáltunk szeretetben megtenni,
És te látod, hogy most egyfajta váltás következik, így légy 12. bésekkel, így áld meg őket, hogy tudjanak téged követni, amikor nehéz pillanatokat élnek meg, amikor az egyetemi évek alatt küzdenek valamivel, lássák meg azt, hogy te stabil pont vagy a mindennapokban, ahogyan azok az emberek is meglátták, akiket te elhívtál. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és add, hogy merjenek visszatérni ide hozzánk, ebbe az otthonba, a Vajda Péter gimnáziumba, hogy tudjuk őket támogatni, ne csak a gimnázium évek alatt, hanem egyetemi évek alatt, és majd az életben is. Kérünk téged, hogy így légy áldásoddal mindannyiunkon. Amen. Tisztelettel köszöntöm igazgató és igazgatóhelyettes, valamint érettségi elnökasszonyokat, tanárainkat. Köszöntöm a nap ünnepeltjeit, a 12. B osztály érettségi vizsgát tett tanulóit, a megjelent szülőket és hozzátartozókat. A ballaktató 11. B osztály rövid, de annál szívből jövő műsorát láthatják. Először az országos korál éneklési verseny ezüst minősítésében részesült Dombi Lillát hallhatják, Johann Sebastian Bach, ím Jászlad mellett értelek. Felkészítője dr. Lengyel Albertné. Ím Jászlad mellett érdelek, ó Jézus üdvösségem, elhozta minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem. A szívem, lelkem, életem, ó fogad tőlem kedvesen, ne szolgáljon csak téged. Te megszülettél én nekem, még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, és földre jöttél értem. Még meg sem és lelked már elvégezett, az én üdvömre mindent. Az éneket hangszeres zene követi. Szabados Tóth Gábor tanítványa, Frankó Dániel adja elő, Andrew Lloyd Webber, Macskák című musicaléből a Memory fő témáját. Képpen az osztályunk nevében életutatakhoz minden jót kívánva én, Tóth Armand búcsúztatlak benneteket, Horváth Piroska,
Gaudeamus című versével. Rögös az út, nincs még vége. Előtted a nehézsége, szokatlan sok változás, új kikötők, új állomás. Egyenes út, nincs még vége. Előtted a bölcsessége, afelé jutsz, amit tanulsz, az életben így boldogulsz. Kanyargós út, nincs még vége. Te vagy a jövő büszkesége, égig emel magasságba, egy erkölcsi gazdagságba. Békés az út, nincs még vége. Nyugtat lelked ékessége, jel nélkül nem múlhat léted, adj tovább majd minden szépet. Derűs az út, nincs még vége. Boldogságot teljessége akkor önti el szívedet, citátumot, ha szívleled. Szépre nevelt szülő, tanár, köszönjed meg, amit kaptál. Ügyességet, a sok tudást, hibáidból az okulást. Útra kelhetsz, bölcsé értél, hibáiddal szembenéztél, csillamvágyad verejtéke, utadnak még nincsen vége. Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden megjelentet, természetesen elsősorban a 12. béseket, a következő megérett osztályt itt szépen a sorban, de nagy szeretettel köszöntöm kedves kollégáimat és minden szülőt, hozzátartozót, aki el tudta fogadni a meghívásunkat és eljött erre a mai alkalomra. Az ünnepségen a 11. B-osztályosok búcsúztak a 12. B-sektől, és a zongorán közreműködik Lázár Dániel 11. A-osztályos tanulónk. Köszönjük szépen mindannyiuknak a közreműködést. Nem fogok ünnepi beszédet mondani, ezt már a tegnapi napon a 12. A-osztály is nagy örömmel nyugtázta, hiszen a búcsú filmben, amit én gondolom azért mindannyian láttatok, a ballagási filmben, elmondtam azokat a gondolatokat, amiket szántunk nektek, és ezt majd akár újra meg is nézhetitek, hiszen a bizonyítvánnyal együtt ezt a filmet is valamennyien megkapjátok, hogy meglegyen emléknek, ha már a ballagást nem tudtuk megtartani. Örülünk annak egyáltalán, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, vagy ilyen helyzetben vagyunk, hogy most legalább így, ilyen formában itt együtt tudunk lenni, össze tudtunk jönni, és azt a nagy hiányérzetet, amit a ballagás elmaradása okoz, legalább részben egy kicsit pótoljuk azzal, hogy itt most közösen elbúcsúzunk tőletek. Hiszen ugye minden olyan búcsúzó momentum elmaradt, ami én azt gondolom, hogy szükséges hozzá vagy velejárója a gimnázium éveknek, a fáklyás felvonulás, a szerenád, a ballagás, tehát minden, ami a lezárás segíteni, úgyhogy örülünk, hogy legalább itt most így együtt tudunk lenni. A díjak, amiket most hamarosan átadunk, nem fognak most olyan nagy meglepetést okozni, mint ahogy ezt a ballagáson szokták, hiszen akkor ott tudjátok meg, mert hogy a filmből erről is értesültetek, hogy a tantestület javaslatára a Szarvasi Vajdás diákok baráti köre, Vajdás öreg diákok baráti köre kiket tartott méltónak a jutalmazáshoz. De nagyon örülünk, hogy így nyilvánosan van erre most lehetőségünk, hogy ezeket a díjakat átadjuk. A díjak után a bizonyítvány mellé majd egy kis ajándékkal is kedveskedünk nektek, pont emiatt a különleges zárás miatt. Az ajándék megvásárlását a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány segítségével tudtuk megtenni. Reméljük, hogy egy kis kedves emlék lesz valamennyiötöknek. A díjak és a bizonyítványok a jutalmak átadásakor most ugye a szabályok betartásával a kézfogás, az ölelés, amit azért úgy megszoktunk, az most természetesen elmarad, de a taps azért jár mindenkinek, tehát erre biztatok mindenkit. Arra kérlek majd benneteket, hogy úgy gyertek itt ki középen az átvételhez, hogy Erdő bácsi közben tudjon fényképet készíteni, hogy emléknek ez megmaradjon.
a díjak átvételeire természetesen, aki úgy gondolja és úgy érzi, nyugodtan leteheti a maszkot, hogy hát a fotó mégiscsak jobban mutassunk egy fokkal. A díjak átadásához megkérem Tótné Jansik Erzsébetet, az Öreg Diákok Baráti Körének elnökét, hogy fáradjon ki, és Mészáros Tünde igazgató helyettes asszonyt, hogy segítsen nekünk a díjak kiosztásában. Ugye több díjat adományoz a baráti kör. A 12. B-osztályosok közül az idén a Misik díjat kapta meg egy diák, mégpedig Kósa Judit. Kérem, fáradjon ki. Jó, maradj nyugodt. Pillanatig, mert a díjakhoz tartozó laudációkat sem fogom most itt részletesen ismertetni, hiszen ez is a filmben elhangzott, és az évkönyvben, amit ma szintén megkaptok, természetesen ezek is szerepelnek, de azért biztos van itt olyan, aki esetleg nem tudja, hogy mivel érdemelte ki Judit ezt a díjat. A Misik díja természettudományok területén eredményes diákok jutalma. Judit jeles tanulmányi munkája mellett zenei szerepléseiért is dicséretet érdemel. Fő érdeklődési területe a biológia, ahol eredményesen szerepelt, és a továbbtanulási irányának is ezt választotta. Gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk. A művészeti területen kiemelkedő diákok kaphatják a művészeti díjat, amit az idén Borbély Laura vehet át. Kérjük, hogy fáradjon ki. Laura kiváló tehetségű rajzoló, mint ahogy ezt mindannyian tudjuk, számos művészeti versenyen vett részt, és az azokon elért kitüntetésekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Gratulálunk neki, és köszönjük szépen! Az egykori vajdás tanárok nevét viselő diák közül a Gasztonyi díj a nyelvi területen kiemelkedő diákok jutalmazására szolgál. Ezt idén Szécsi Norbert kaphatja. Kérjük, jöjjön ki érte. Jó, itt is egy pillanatra. Norbert kiemelkedő tehetséget mutatott az angol nyelv területén, több országos versenyen képviselte iskolánkat nagy sikerrel, amit köszönünk és gratulálunk hozzá. A nyelvvizsga díj a legeredményesebb nyelvvizsgázónak járó díj, amelyet egykori diákunk dr. Mocskonyi Gábor alapított, és édesanyja Mészáros Tünde fog átadni. Szlovák Balázs diák kaphatja. Szlovák Balázs három nyelvből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával, és ezeket a díj szellemének megfelelően biztosan remekül tudja majd hasznosítani a jövőben élete során. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk! A továbbiakban néhány kiemelt könyvjutalom átadására kerül sor. Klimai Fruzsina kiemelkedő tanulmányi munkájáért részesül könyvjutalomban. Jó, egy picit egy fénykép erejéig. Ernő bácsi, le tudunk egyet fotózni. Köszönöm szépen. Nyerges Áron kajakkenú sportban elért országos és nemzetközi sikerekkel öregbítette Szarvasváros és iskolánk hírnevét. Gratulálunk ehhez neki. Egy kép erejéig még maradj itt. További sportsikereket kívánunk.
Benyó Eszter kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért kap jutalmat. Tálas Bendegúz a karate sportágban képviselte a várost és iskolánkat, ahol országos és nemzetközi versenyeken ért el kiemelkedő eredményt. Gratulálunk neki. Köszönjük szépen. Puskás Nándor az osztályközösségben vállalt tevékenységéért és nyelvi eredményeiért kerül jutalmazást. És állj meg itt Kándi egy pillanatra. Köszönjük szépen. Könyvjutalomban részesül még Gulyás Szilveszter, Komáromi Nikolett jeles érettségi eredményükért, valamint Borbély Dávid és Sallai András iskolai sport eredményeiért. Kérem, hogy fáradjanak ki. És akkor tulajdonképpen az ünnepi része a mai alkalomnak ezennel, hát nem mondom, hogy véget ér, de a ballagásról elmaradt díjak és jutalmak kiosztása megtörtént, és most áttérhetünk a hivatalos részére az eseménynek, mert ez a mai alkalom, ahol itt most itt együtt összegyűltünk, ez tulajdonképpen egészen hivatalosan a 12. B osztály érettségi vizsgabizottságának az eredmény hirdető értekezlete, tehát ezen vagyunk most itt jelen, és ennek szellemében megkérem Juhászné Golovics Ágnest, az érettségi vizsgabizottság elnökét, hogy értékelje az érettségi vizsgát, valamint ezt követően majd adja át a bizonyítványokat. Köszönöm szépen. Hát nagyon megtisztelő nekem itt állni, ilyen nagy pulpitus előtt még soha nem osztottam érettségi bizonyítványokat. Szeretettel köszöntelek benneteket, ahogy igazgatóasszony elmondta, Juhászné Golovics Ágnes vagyok. Békés Csabáról érkeztem a közgéből. Nem találkoztam veletek sajnos, kedves vizsgázók, csak a nevetek cseng a dolgozataitokról, amiket átnéztem, illetve három gyerkőccel találkoztam ma délelőtt. Én sajnálom, hogy elmaradt ez a személyes találkozó, mert jó lett volna megismerni jobban titeket, mint a dolgozatok. Tisztelt vizsgázók, kedves szülők, tisztelt vizsgabizottság! Sűrű volt az elmúlt három hónap, nagyon sok volt a bizonytalanság, nagyon sok volt a kérdőjel, de azt gondolom, hogy végül mindannyian helytáltatok, és elmondhatjuk, hogy eredményes érettségi vizsgákon vagytok túl. Mindannyian fegyelmezetten, tisztelettudóan, néha kicsit izgulva, de mindenképpen megadtátok a vizsgarangjához, a vizsgarangjának méltóságát, viselkedésetekkel, megjelenésetekkel. Az érettségi vizsga egy nagyon fontos mérföldkő az ember életében, lezárul egy korszak, de elkezdődik egy új. Sajnálom, hogy ez csak egy félig sikeres történet ebből a szempontból, és nem éltétek át azt a katarzist, amikor kihúzzátok a törítételt vagy a magyar tételt, és a tanáraitok segítenek titeket ebben, hogy ezt minél szebben kifejthessétek. Biztos vagyok benne, hogy gyönyörű feleleteket hallhattunk volna. Na de mindegy is, ne keseregjünk ezen, mert ha ez már most így alakult, akkor ezt így kell elfogadnunk. A bizottság tantárgyi dicséreteket adott egy-egy szép dolgozatra. Ezeket majd az érettségi bizonyítvánnyal együtt fogjátok megkapni. Gratulálok az elért eredményekhez, még akkor is, hogyha nem pont ugyanolyan, amilyet szerettetek volna, majd később esetleg még újra gondoljátok. A bizonyítványok átvétele után nem ulasszátok el azt, hogy köszönetet mondjatok a szüleiteknek és a tanáraitoknak, akik segítettek abban, hogy ti ma itt lehettek, és ilyen szép eredménnyel érettségizhettetek. Kedves fiatalok, én már érett felnőttek, lezárult ez a korszak, de
Azt kívánom nektek, hogy az új életetekben találjátok meg a helyeteket, ami nem túl könnyű mostanában, de biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Legyetek nagyon boldog és mindig nagyon jó emberek. Vigyétek magatokkal mindazt, amit itt a Vajda gimiben kaptatok, azt a szellemiséget, azt a szeretetet. Én egy nap alatt átszellemültem ebben az iskolában, nektek 4 év alatt ez biztos, hogy egészen jól sikerült. Gondoljatok mindig jó szívvel az itt töltött évekre, és gyertek vissza, ahogyan lelkész úr is mondta, tárt karokkal fognak titeket várni, ebbe egészen bizonyos vagyok. Mielőtt megkapjátok az érettségi bizonyítványokat, el kell mondanom pár technikai dolgot. Az egyik az lenne, hogy amikor megkapjátok a bizonyítványokat, akkor ellenőrizzétek, hogy az adataitok megegyeznek-e, nincs-e véletlenül benne elírás, mert akkor azt még most tudjuk orvosolni, én itt vagyok, alá tudom írni esetleg újra, de az már bonyolultabb, hogyha ezt később fogjátok észrevenni. Van még egy fontos információ, ez pedig a jogorvoslattal kapcsolatos. Igazából a szóbeli, tehát a mai szóbeliző vizsgázóknak szólna ez igazán, hogyha szabálytalanságot tapasztaltatok volna, akkor 5 napig fellebbezéssel élhettek a kormányhivatal felé, ezt az iskola igazgatóasszonyán keresztül tudjátok eljuttatni a kormányhivatalba. És végül engedjétek meg, hogy Szent Ágoston szavait idézzem, egyfajta útravalónak. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Úgy gondolom, hogy ez most nektek nagyon fontos, hogy higgyetek. Még egyszer gratulálok nektek, gratulálok tanáraitoknak, gratulálok szüleiteknek, hogy ilyen nagyszerű gyerekeket neveltek, és végül jó pihenés kikapcsolódást kívánok a nyárra. Köszönöm szépen a figyelmet. Gratulálok nektek, és legelőször is Julika néninek is szeretnénk megköszönni a 4 éves munkáját, és őnek is átadni ezt a kis emléket. Nem hiszem, hogy csak erről fog emlékezni rátok. Köszönjük szépen. Elsőként bácsi Benedek Kristófot szeretnénk kérni. Gratulálok a bizonyítványodhoz, nem foghatok veled most kezet, pedig megtenném. A névsorban következő Benyó Eszter, akit már hallottunk. Ez egy nagyon szép érettségi bizonyítvány, további sok sikert. Borbély Dávid. Borbély Laura Viktória. Csahocki Péter, Patrik. Következő versenyző, Deli Nagy Jennifer. Gratulálok, sok sikert. Fazekas Levente. Gulyás Szilveszter László. Hát az a matematika, ha nem lett volna. Istenes Gábor. Gratulálok, Gábor.
Szeretnénk Jakab Benedeket szólítani. Gratulálunk, Benedek. Kasik Nándor. Kincsesi Dóra. Gratulálok. Kis Lili. Gratulálok. Kis Márton. Klimaj Fruzsina Fanni. Komáromi Nikolett. Konc Liza Fanni. Kósa Judit. Gratulálok. Laluska Gergő. Gratulálok. Litauszki Laura Gyöngyi. Akiről még azt elmondjuk, hogy evangélikus hittan tantárgyból dicséretben részesült. Így adom oda, jó? Nagy Róbert Dániel. Német Áron István. Nyerges Áron. Aki két oklevelet is kap, az egyik testnevelés, a másik pedig angol nyelv. Gratulálok, Áron. Ribelszki Johanna. Puskás Nándor. Sallai András. Sári Boglárka. Süli Luca. Szécsi Norbert. Gratulálok. Szlovák Balázs.
Tálas Bendegúz. Szintén 2 dicséretet kapott, angol nyelv és testnevelés. Gratulálok! Varjasi Glória Jázmin. És végül Zahorec Bence. Gratulálok, Bence. Végére értünk a bizonyítványok átadásának. Mielőtt elnök asszony helyet foglal, még szeretném egy pillanatra megkérni, hogy maradjon. Szeretném az iskola, pedagógus társam és a diákok nevében megköszönni a munkáját, a kedvességét, amivel itt a mai napon velünk volt, és emlékül szeretném átadni neki az iskola évkönyvét és a ballagási filmet, hogy hát ha nem is volt alkalma személyesen találkozni veletek, ha majd lesz egy kis ideje, egy este, akkor ezt át tudja lapozni, meg tudja nézni, és akkor maszkok nélkül nyugodtan megismerkedhet veletek. Köszönjük szépen a munkáját! Köszönöm szépen! Kedves pedagógusok, kedves szülők, kedves diákok! A szülők és a diákok nevében szeretnénk átadni egy kis ajándékot a 4 év eltöltött emlékére. Meg szeretnénk köszönni mi is a 12. B-osztály és a szülők nevében a 4 évi munkájukat. Fogadják szeretettel az ajándékainkat! És most szeretném megkérni a diákokat, mert minden diák kezében van egy névre szóló ajándék a tanároknak, hogy legyetek szívesek átadni az ajándékainkat. Köszönöm szépen! Szeretném köszönni az Andrea munkáját és Tóth Anikónak is a munkáját, mert ő az első 2 évben segített minket és részt vett, úgyhogy köszönjük szépen, aki segített és támogatott minket. Mi is segítünk. Végezetül csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, segíts, hogy akaratod szerint szolgáljunk téged, vedd gondjaidba a fiatal szíveket, és ébresz bennük új életet. Add, hogy megízleljék azt az örömet, amit te ajándékozol mindig, éreztesd meg velük a te szeretetedet. Tedd nagyjá és tisztává a te szolgálatod utáni vágyakozásokat. Tedd álhatatossá szívüket és akaratukat, szilárdítsd meg. Őrizd meg őket a sötétség hatalmaitól, őrizd meg őket zavaros és tisztátalan keftelésektől, ajándékozz meg őket bátorsággal és hűséggel, segíts, hogy közel állhass az ő szívükhöz, így vezesd a 12. B-osztálynak, most leérettségizett minden tagját, ragyogtasd fel előttük az idősebb nemzedék szolgálatán keresztül is a te igazságot, fényét, add ehhez szeretetet és bölcsességet, türelmet. Így imádkozunk tehát mindenkiért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek és befogadó képesek minden jóra, hogy merjenek élni a nyugtalan világban, hogy legyen erejük elviselni a csalódásokat, és hogy megtanulják elfogadni önmagukat, hogy el ne veszítsék bátorságukat, hogy ne tegyenek kárt mások életében,
hogy mindig készek legyenek arra, hogy a világot emberibbé és lakhatóbbá tegyék. Kérünk téged, hogy így áld meg őket, így vezesd őket a további életükben, és hallgass meg imádságunkat, amikor a tőled tanult szavakkal közösen így fohászkodunk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe végezetül helyünkről felállva fogadjuk az áldást. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon, és megvédjen a veszedelmektől. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselekvésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten ma, holnap és minden időben. Amen.